tűrhetetlen, hogy míg én a jó kis meleg lakásomban alszom, mások a földön alszak. Én nem tűröm. Nem egyfajta altruizmusból, nem szeretem én ezeket az embereket, mert nem akarok velük barátkozni, meg stb. Egyszerűen nem bírom elviselni, hogy ez a helyzet van, és szerintem senki sem bírja elviselni, mindenki nyel egyet, és persze átlép rajtuk, én is átlépek rajtuk, és mi a francot csinálják, nem viszem fel a lakásomba. De amikor most január 11-én épp kijöttem itt a felszabadulás téren a metróból, és láttam ott egy tucatnyi embert körülbelül a földön, akkor hazamentem és megcsináltam ezt a Nyugodt Szív Facebook oldalt és a csoportot, és egy számlaszámot nyitottam az OTP-nél, és azóta ezek a dolgok működnek. És hát, mint látod, egy csomóan segítenek, és mi egy csomó emberre már tudtunk segíteni. Tehát az elsődleges az, hogy a segítésen túl természetesen, hogy pirulásra készíteni a döntéshozókat. A másodlagos az szintén nem csekély, hogy ha csak magamnak is be akarom bizonyítani, hogy nem igaz az a tojásfejőknek ez a folyamatos dumája, amit nyomatnak a médiában, hogy a magyar társadalom nem elég szolidáris, meg itt közöny van, meg nem tudom mi. Természetesen van közöny, de van szolidaritás is, és tényleg vadidegen emberek, akik azt sem tudom, hogy kicsodák, mert nézem mindig a befizetőket, Kovács Józsefnél csak most mondtam egyre. Tehát nem híres emberek, nem celebek, nem politikusok, nem művészek, meg nem gazdag emberek fizetnek be, hanem kis emberek. Igenis van szolidaritás, és én igazából azóta, amióta tapasztaltam ezt, akkor tényleg így meg is hatódtam, és azóta is így egyfajta meghatódottság állapotában vagyok. Hát, hogy hogyan működik? Egyelőre még tényleg nagyon sok esetben nagyon spontán működik, és hát ilyen sok különböző jó szándék adódik össze különböző módokon, de mi az alapvető ügytípus az a lakhatásnak az a típusú veszélyeztetése, mikor egy nagyon kedvezőtlen körülmények között laknak mondjuk albérletben, tehát irreálisan nagy árakat fizetnek valamilyen egészen szörnyű helyzetért, tehát ott, amikor valakinek attól válik lehetetlenné a lakhatási helyzete és félő, hogy utcára kerül, mert nem tud két havi kauciót kifizetni. Tehát ez az egyik leggyakoribb, amikor belépünk. Nekünk van egy ilyen 4-5-6 fős mentorbázisunk, hát ez lenne az egyik cél egyébként hosszú távon, hogy így a mentorokat minél többet beléptetni, akik effektív a családokat és a felkaroltakat tudják napi szinten segíteni. Tehát a mentorrációnak ez lenne a lényege, hogy nem csak pénzt adunk, tehát hogy akkor oké, szia, egy havi kaució, és akkor ezzel rendben van, hanem ez egy ilyen folyamatos végigkísérés, egy folyamatos kontakt, akár napi, heti szinten visszajelzés arról, hogy most éppen hogy áll az életük, hogyha ha munkával van probléma, tudunk-e esetleg segíteni, tehát volt már olyan, amikor a mentor a mentoráltjának sikerült munka, vagy jobb munka lehetőséget találni, vagy kiegészítő munka lehetőséget találni. Tehát ezt jelenteni ez a mentori rendszer, amit igyekszünk kiépíteni. Eszembe jutott, hogy mivel én tanítottam 4 évig a képzőn, mármint a képzőnöző egyetemen, és ismerek gyakorlatilag mindenkit a festők közül, hát mindenkit nyilván nem, de nagyon sokat. Így aztán fogtam magam is a Facebookon, ilyen direkt ráírtam, hogy van egy ötletem, hogy adja egy képet, és ezt elárverezzük, és a befolyó pénzt azt a hajléktalanságra fordítjuk, és mindenki. Tehát olyan emberekhez is fordultam próbakép, akikre azt gondoltam, hogy azt mondják, hogy húzzak el. Nem, azok is adtak képet. Úgyhogy tulajdonképpen én tulajdonképpen nagyon meg vagyok úgymond elégedve a magyarokkal, ha szabad ilyet mondanom. És nem bírom ezt a pirézezést, meg ezt utálom komolyan, ezt hagyjuk abban, meg hogy a magyarok rosszabbak a deáknévásznál, ez szerintem undorító dolog.